Köszöntöm kedves vendégeinket a mai ünnepségünkön. Köszöntöm Cigányváros polgármesterét, Orák Krisztián urat, továbbá intézményünk vezetőjét, Dakos János intézményvezetőasszony, Szilvásiné Bernát Juditot intézményvezető helyettesasszony, Kertész Zoltán intézményvezető helyettes urat, és Kertész pap Brigittát családsegítő szakmai vezetőjét. És fel is kérem polgármester úrunkat, hogy mondja el ünnepi köszöntőjét. Köszönöm szépen, én is nagy tisztelettel és szeretettel köszönök minden kedves vendéget, minden kedves megjelentet. Az időskor egy kaland, ami új felfedezéseket is hozhat a természet szépségeinek, másoknak, önmagunknak, és a Jóisten felfedezését. Tudom, hogy ezekre a felfedezésekre nyugdíjas évek előtt valószínűleg kevés időt fordítottak, sok minden másra el voltak foglalva, de amint visszahallom az idősektől, ilyenkor előkerülnek ezek a nemes feladatok, és egyre több idő jut erre. Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Már a hagyományá vált, hogy ezen a napon évente legalább egyszer összejövünk azért, hogy nagyra becsülésünket, köszönetünket és tiszteletünket fejezzük ki azoknak, akik hosszú évek fáradtságos munkájával ezt a jelenlegi kort megalkották számunkra. A fiatalabb generáció, ahogy szoktuk mondani, köszönettel tartozik az időseknek. Ez a nap az önöké, a szépkoróké, akik egész életükben azért dolgoztak, hogy nekünk utódaiknak is jobb élete legyen. Önök voltak azok, akik velünk sírtak, velünk nevettek, ha kellett, önök voltak azok, akik áldozatokat vállaltak, értünk. Köszönet mindezért, hogy így tettek. Köszönet a biztató mosolyért, amit kapunk napközben. Köszönet a kritikáért is természetesen, amit valószínűleg önök is megkaptak fiatalkorukban, de legfőképpen köszönet azért, hogy támaszunk akkor is, amikor esetleges rossz napunk van, illetve rossz időket járunk. Az idősek ilyenkor jó támaszok a fiataloknak. Nekünk a fiatalabb generációnak ez a nap kitűnő alkalmat ad arra, hogy ebben a rohanó világban egy kicsit megálljunk, kifejezzük együttérzésünket és kimondjuk, hogy tartozunk önöknek. Ezek nem csak szavak, ezek tettek, és ezeket nekünk kell ilyenkor bizonyítani, ez valóban nem csak mondjuk, hanem így is gondoljuk. Tartozunk, és a tartozásunkon leginkább olyankor tudjuk lerúlni, hogyha mi is úgy cselekszünk, ahogyan ezt önök tették annak idején. Ha azt érzik, hogy ma mi leszünk az önök legfőbb támasza, legalább ezen a napon, akkor remélem, önök is úgy érzik, hogy valami jót cselekszünk, igyekszünk valamit jót cselekedni. Remélem, ez nem csak a polgármesterre, illetve az itt jelenlévő fiatalokra érvényes, hanem a cigány településen, illetve Magyarország területén mindenkire. Szép műsorral készültünk önöknek, hogy közösen ünnepelhessük, de mielőtt elköszönnék, engedjék meg, hogy felolvassak egy rövid történetet arról, hogy sokszor talán szegénynek érezzük magunkat itt Cigánon, de valójában rengeteg kincs van a birtokunkban, amit csak akkor érthetünk meg, amikor már letudtunk egy bizonyos életkort. Jöjjön íme a történet. Egyszer egy jól kereső apa úgy döntött, hogy elviszi vidékre 7 éves kisfiát azzal a céllal, hogy megmutassa neki, hogy milyen szegény emberek is vannak, hogy a gyermek meglássa a dolgok értékét, és felfogja azt, hogy milyen szerencsés családban élhetnek ők ott Budapesten. Egy falusi családba költöztek, ott szálltak meg, ahol eltöltöttek egy éjszakát. Amikor a vidéki út végén hazafelé tartottak, az apa megkérdezte a kisfiát. Na mit gondolsz az útról, kisfiam? Hogy érezted magad? Nagyon jó volt, apa, válaszol a gyerek.
Láttad, hogy vidéken az emberek milyen nagy szükségben és milyen nagy szegénységben élnek? Igen, láttam. És mit láttál még? Mit tanultál? Azt, apa, hogy nekünk egy kutyánk van. Nekik négy. Nekünk egy medencénk van, ők meg a Tisza partján laknak. A mi kertünket lámpák árasztják el fénnyel, az övékre pedig a csillagok világítanak. A mi udvarunk a kerítésig tart, az övék meg ameddig a szem ellát. És még azt láttam, apa, hogy nekik van idejük beszélgetni egymással, és boldog családban élnek. Te viszont és az anyu egész nap dolgoztok, és alig látlak titeket. Az apa csak fogta a kormányt, és vezetett csöndben, mire a kisfiú hozzátette. Köszönöm, apa, hogy megmutattad, hogy mi is milyen gazdagok lehetnénk. Íme a történet, és úgy gondolom, hogy ebből nagyon sok mindent ki lehetett hallani. Hát becsüljük meg, és értékeljük meg azt, amink van, hiszen ez a gazdaság bennünk lakozik, és ez a gazdaság bennünk is fog lakozni, amíg élünk. Na de hát egy picit vidámabb vizekre evezve, engedjenek meg, hogy egy statisztikát felolvassak. Nem tudom, tudják, hogy hány nyugdíjas van cigánon jelenleg. Hát segítek egy kicsit, 60 év felettiek vannak 263-an, a 70 év felettiek 173-an, a 80 év felettiek 103-an, a 90 év felettiek pedig 11-en. Sajnos 100 év feletti nyugdíjasunk jelenleg nincsen, úgyhogy önökön a sor, nosza rajta, hajrá, hajrá, mert szeretnénk kimenni ünnepelni a nagy virágcsokorral, illetve azzal járó adományokkal, hogy a 100 éves kort is megérje valaki. Hát kérem a Jóisten áldását, hogy önök közül is mindenki meg tudja élni ezt a kort. Mielőtt elbúcsúznak, viszont egy picit rövidebb és viccesebb történetet elmondanék. Engedjék meg, és remélem senki nem fog megsértődni, de szerettem volna úgy zárni a soraimat, hogy mosolyan az arcukon, nem pedig a történetbe belegondolkozva könnyekkel a szemükbe üljenek itt. Elmondanék egy viccet, amit nem régen találtam, és akkor utána pedig élvezzék a műsort. A bácsika nyugdíjas korában bemegy, és életbiztosítást szeretne kötni, és megkérdi az ügyfélszolgálaton a hölgy, hogy bácsikát, hány éves maga? Azt mondja, 102. Tudja mit? Jöjjön vissza egy hónap múlva. Hát nem lehet, hát akkor lesz a bátyám születésnapja. Azt mondja, a bátyja születésnapja? Hát mennyi idős a bátyja? 118. Akkor jöjjön vissza egy fél év múlva. Na akkor meg végképp nem tudok, mert akkor lesz az apámnak az esküvője. Az apjának az esküvője? Hát hány éves az apja? 139. És ilyenkor megnősül az ő korában? Hát ő sem akar, de a szülei erőltetik a házasságot. Köszönöm szépen, és kívánom, hogy ez a mosoly maradjon meg az arcukot egész nap, egész éven és életük végig. Élvezzék a műsort, és utána pedig a szerény tehetségünkből adódóan egy kis fogadásra készültünk önöknek, ehhez pedig jó étvágyat kívánok, és további egészséges szép napokat. Köszönöm szépen! In the way you look at me, there's a smile.
Shut up!
király, és nem a sírán. Csúcs a gangsterekkel. Csúcs a gangsterek köz, bárhogy is fáváj. Szép és okos, egy igazi sztár. Erős és gonosz, akár a halál. Főnök egér, a bomba vezér. A számba minden kamra sajtja befér. Enyém a tánc, beszól a swing. Nem titok a hobbim, a box meg a ring. A bár és a lekván. És minden, amit ér, enyém lesz már. A lényeg az, hogy bárhogy is fáj. A volt nagy király, ó, beszegért király, szépen várod is, vá, én vagyok a király. Én a király, az isteni hár, előttem térdem áll az itteni tár, vág az eszem, a szemem is szúr. Semmi a bér. Nézd meg néhány morsa, csak ennyi a bér. Igen, sokrát. Igen, de hallja neki tovább, ha te unnám. Mindig mondok még valamit. Én vagyok a Jani. She called from the club looking for another time.
jövő, köztik középen álltok, s kiket ez ünnep, mint ezüst halom. Emel magasra, honnan messzi látok. Boldog látványt kíván néktek dalom, szép volt a múlt, váljon rátok, ragyogva rátok, még szebb jövő, még dúsabb jutalom. S ezek között, bár szerény fény gyanánt ég, szeretetünk, és hagy legyen ajándék. Nagyon örülünk a gyerekeknek, nagyon örülünk a nyugdíjasoknak, de nagyon örülünk azoknak az embereknek, akik önökért dolgoznak nap mint nap, és engedjék meg az önök nevében egy nagy köszönetet mondjuk a dolgozóinak, a szociális szolgáltató központ dolgozóinak, intézményének és mindenkinek, akik ide tartozik. Egy nagy tapsot hagy kérjek nekik. Fáradoznak, hogy önöknek jó legyen, hogy ezt megérdemlik. Én ennyit szerettem volna. Illetve még egy nagyon fontos dolog, hogy természetesen a városi nagy napot is meg fogjuk tartani. Igazítjuk az új intézménynek az átadási időpontjához, ami valószínűleg október vége, november eleje, ahol akkor egy nagyvárosi közös szép kurok találkozó meg lesz rendezve. Úgyhogy akik esetleg nem klubtagok is kérdezik, hogy engem miért nem hívtak, akkor nekik el lehet mondani, hogy meg lesz tartva, ne aggódjon senki. De ez most csak az önöké, ez egy kis varázslatos csoporté, ami itt van, jó? Köszönöm szépen, hogy meghallgatták, és megköszönöm.